Köszöntöm nézőinket, ez itt ismét a Hello Győr. Mai adásunkban a 11. Magyar Táncfesztiválon készült összefoglalónkat nézhetik meg. Tartsanak velünk, nem bánják meg. Baross Ádám fogadta a Bartók Béla megyei művelődési központba érkezőket. Itt tartotta az első magyar gyermektáncfesztivál megnyitóját, a Győri Balett. Az első a gondolat volt, hogy valami újítást mindig be kell dobnunk a fesztiválok alkalmával, és akkor jött az ötlet, hogy úgyis olyan sok gyermekdarab születik a táncművészetben is, jó lenne ebből is egy válogatást csinálni. Ekkor jött az ötlet, hogy itt van a BBMMK, kihasználhatnánk több napra is, és igazából így kerekedett ki egy fesztivál a fesztiválban, aminek nagyon örülünk egyébként. Kitaláltunk egy díjat, ez az Aranybab díj. A gyerekek az előadás után szavazhatnak, hogy a tetszett a produkció, akkor aranybabbal szavaznak, ha nem, akkor feketével jelzik, hogy ez nem tetszett nekik. És a 4 nap után a legtöbb aranybabot kapott produkció megkapja azt a díjat, amiből szeretnénk aztán hagyományt is csinálni, ahogyan a Gyerektáncfesztiválból is. A Gyermektáncfesztivált Fitos Dezső társulata indította a Láda titka, avagy Sehol és Valahol című darabjával. A vidám produkció segített abban, hogy a fiatalok közel kerüljenek a tánchoz, ez ugyanis a rendezvény nem titkolt célja, megszerettetni a gyerekekkel a táncművészetet. Ami a legfontosabb, hogy arra tanítsuk őket, hogy lássanak, gondolkodjanak és érezzenek. És hogyha ez megvalósul, akkor reményeim szerint a művészet mindig szerepet fog játszani az életükben. És talán ez a legfontosabb első lépés. És azt gondolom, hogy talán a táncművészet a legelemibb, ami a testünkből jön. Az első mozdulatok talán a legelemibb, az első művészet, ami a bőrük alá betűnik. Egyrészt az önkifejezés egy formája a tánc. Nagyon fontos, hogy minél jobban megismerjék önmagukat, és ez a tánc, ez nagyon sokat fog segíteni. Az előadást követően Belekei László hivatalosan is megnyitotta a Gyermektáncfesztivált. Most pedig arra kérek mindenki, hogy fogjon egy fantasztikusan finom, méhes, mézes szörpöt. Köszönöm szépen! És kocintjuk, és együtt nyissuk meg az első magyar gyermektáncfesztivált. Jó? Egészségetek! Míg a gyerekek szörpöztek, addig a teátrum nagy színpadán a Magyar Táncfesztivál nyitányát ünnepelték a megjelentek, akiket elsőként dr. Somogyi Tivadar, alpolgármester köszöntött. Büszkék vagyunk, mert véleményem szerint ez a győri balett szakmai munkájának, illetve a Győrbe folyó táncművészek, illetve táncoktatásnak az elismerése. Elismerése a szervezőgárdának, Élén Kis Jánossal, talán elismerése, hogy Győrváros önkormányzata támogatja a kultúrát, és támogatja természetesen a táncművészetet is, és végül, de nem utolsó sorban, büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan fesztivál sikerült létrehozni az elmúlt 11, illetve 10 évben, ami nem csak a színház falai között jelent fesztivált, hanem a művészek, illetve a szervezők kivitték az utcára, ami azt jelenti, hogy mi győriek, ha szeretünk táncolni, ha nem, de általában szeretünk táncolni, mert mindenkünk szeret táncolni, tevékenyen részt vehetünk ebbe a táncfesztiválba. Kis János úgy fogalmazott, a fesztivál a táncosok igazi ünnepe. A táncművészetről nem kell sokat beszélni, őszintén nézni kell, gondolkodni kell azon, amit a testünkön keresztül el akarunk mondani, élvezni kell, szórakozni kell, és ez a mi feladatunk. És ennek a fesztiválnak a legnagyobb célkitűzése az, hogy a minőséget keresi. Nagyon fontos, hogy a magyar tánc élet igazi minőségei jelenjenek meg ezen a fesztiválon, és legyen a táncművészet diadala. Itt díjakat nem osztunk ki,
díjakat önök adnak, tisztelt közönség, azzal, hogy érdeklődnek, azzal, hogy tapsolnak, azzal, hogy kiabálnak és bravóznak. Már az első napon kivívták a sikert a magas szintű előadások, így például Glázer Márton díjnyertes szólója a Major Planet, melyel a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola növendéke első helyezett lett a 12. berlini táncolimpián. A győriek büszkesége után a Győri Balett is bizonyított, a közönség Cayetano Sotto Uneven című koreográfiáját tekinthette meg. Őszinte leszek, tényleg nagyon meglepődtem, hiszen az asszisztensem Mikiko már korábban eljött a társulathoz, hogy próbáljon velük, és folyamatosan hívott, küldte az e-maileket arról, hogy milyen jó a társulat, hogy nagyon szervezettek, és hogy mennyire nyitottak az új dolgok iránt. Megérkeztem, és én magam is ezt tapasztaltam. Nagyon büszke vagyok rájuk, tényleg osztályon felüli az, ahogy teljesítenek, amit a színpadon előadnak. Nagyon boldog vagyok, hogy velük dolgozhattam. This season is on the top class season, so I'm really happy for them. A Győri Balett után a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékei mutatkoztak be Ravel bolerójával. A koreográfia a műben rejlő latinos szenvedélyre épült, és ez a szenvedély a következő darabban is érezhető volt a színpadon. A Magyar Nemzeti Balett ugyanis az örvénnyel érkezett a táncfesztiválra. Az est zárásaként Cserhalmi Rita, a Herendi Manufaktúra marketing menedzsere életműdíjat nyújtott át a Kossuth és Erkel Ferenc díjas koreográfusnak, Novák Ferenc Tatának, akit állva tapsolt az ünneplő közönség. A Győri Balett rendezvénye 7 napon keresztül kínált ritmusból táplálkozó programokat neves társulatok prezentálásában. Így látogatott el a Szegedi Kortárs Balett is városunkba. Juronics Tamás a Tavaszi Áldozat című darabot másfél évvel ezelőtt készítette el újra. A mű Stravinsky ismert zenéjére épül, és a koreográfus szerint olyan közösségi alkotássá vált, mely a Szegedi Kortárs Balett jelenlegi erejét, drámai lehetőségeit tárja a közönség elé. Tánc nyelvére született a mű, úgyhogy nincsen ezzel gond, hiszen eleve úgy írt a Stravinsky, ebből balett szülessen, annak idején a nagyon rossz balett számára Gyagilevig rendelték, de most már 102 éves a zenemű, kiállt a táncért egyébként, tehát szerintem nem is lehet úgy hallgatni, hogy ne nézzük is közben a táncot. Azok a ritmikák, azok az ősi erők, amik benne vannak, azok a tánc erejét, a tánc rituális lehetőségeit kérik. A témafelvetés valóban nagyon érdekes, és nagyon sok megoldás születik rá. Én magam ugye másodszor koreografálom meg,
tehát engem is mindig újabb kérdéseket, számomra is mindig újabb kérdéseket vet fel. És most egy teljesen más megközelítést alkalmaztam, mint 16 évvel ezelőtt. Akkor valamelyest hagyományosan ugye egy kiválasztott lány volt az, aki végül is az áldozat lett. Most úgy gondoltam, hogy olyan világban élünk, ahol már, és ez egy furcsa tragikus gondolat és kép a részemről, ahol olyan erők vannak, ahol, és ez nem, azért nem gondolom ennyire komolyan, ne tessék megijedni, de hogy egy olyan világot ábrázolok, amelyben az emberek annyira egymás ellen vannak, annyira nincsenek céljaik, annyira csak a harc foglalja el őket és a saját semmilyen értékeik védése, hogy egyszerűen erre rátöbbenve és kifáradva sok küzdelemben azt a döntést hozzák meg közösen, hogy akkor lesz jobb a világ, hogyha nélkülük folytatódik, akkor tud új tavasz eljönni, hogyha teljes változás áll be, és így mindannyian egy rituális öngyilkossággal véget vetnek az életüknek. Ez hozza el valószínűleg az új világot. A táncfesztivál negyedik napján a Pécsi Balett is fellépett egy ugyancsak ismert darabbal, a Carmennal. Vince Balázs koreográfust a történet és a zene éles váltásai inspirálták, így született meg az oldhatatlan vad szerelmi dráma. A díszlet és a jelme, ez nagyon fontos, és nagyon fontos a koreográfusnak a kreativitása, hogy mindig valami új képet, valami új látványt találjon ki, hiszen a történet elmesélés, azt gondolom, hogy ebben az esetben, mondjuk a Carmen esetében, akit mindenki ismer, nem feltételül izgalmas. Szóval, hogy ebben az esetben valami plusz kell, és ezek a lehetőségek megadják azt a pluszt, hogy élvezhető és hogy korszerű legyen a dolog. Mi ebben az évben leszünk 55 évesek, Pozsikivet kezd neki a Hattyúk Tavának. Ez nekünk majd novemberben lesz ez a bemutatónk. Ennek fogunk nekiállni, aztán én januárban fogok egy kis herceget, egy gyerekdarabot csinálni a Pécsi Nemzeti Színházban. Remélem majd, hogy jövőre valamelyik darabbal újból itt lehetünk. A nagy színpad, a Kisfaludi terem, valamint a BBMMK mellett a színház előtti tér is a táncfesztivál helyszínéül szolgált. A szabadtéri színpadon a Kolombre Band is fellépett. Sem a rotvát sövény, nem kell a gémmonosított növény. Jöjjön a szerelem, ha megtalál, jöjjön a természetes halál. De térjünk vissza a BBMMK-ba, hiszen az ifjúság egy kevésbé vidámám, annál hatásosabb darabot láthatott az ötödik napon, a Házigazdák új, ám már nagy sikereket maga mögött tudható Ne bánts című produkcióját. Velekei László művét a speciális szakiskola diákjai is megnézték nemrégiben, élményeiket pedig Kustán Melinda iparművész ösztönzésére papírra vetették. Az alkotásokból kiállítás készült, melyet az előadás után a nagy közönség is megnézhetett. Nagyon hálás vagyok a Győri Balettnek, hogy ezt a témát egyáltalán földolgozta, fölmerte vállalni, hogy erről a témáról a művészet eszközeivel beszél, hiszen lehetőséget teremt egyáltalán arra, hogy közbeszéd tárgya lehessen ez a borzasztó nehéz probléma. Nagyon megérinti a gyerekeket a téma, nagyon sokáig élő téma, iskolába, iskolán kívül. Lehetőséget teremt akár arra, hogy az ismert vagy vélt élményeket földolgozzák, lehetőséget teremt arra, azt gondolom, és ez talán a legfontosabb momentum ennek az egésznek,
hogy akár egy kiállítás formájában most elsőként a mi iskolánk, de akár tovább gördülve más iskolákban földolgozva a témát is, kapcsolódjunk ehhez a témához. A 15 éves Experidance 15. darabjával kapott helyet a táncfesztivál repertoárjában. Az Én Leonardo, a zseniális művész, a látnok tudós, a reneszánsz hírosz életét mutatja be. A 2006-ban készített film legendájának a rendezője Manfred Schweighofer, a Bolcánai új színház igazgatója, barátom, ő ajánlotta, hogy miután elkészítettük a Szenvedélyen Velencét, készítsünk a Milánói Expóra még egy darabot, ami Milánóhoz kötődik, és ő úgy gondolta, hogy Leonardo az, amit Milánó szívesen látna, egy olyan megfogalmazásban, ahogy egy itáliai, egy olasz nem fogalmaz. És az ő alapötlete volt, de menet közben őt elszólította az Expo, ott kapott egy menedzser-direktori állást, és ez az ötlet nekem nagyon-nagyon tetszett, és egy másik koncepcióval, de mindazt a lexikális anyagot és mindazt az előtanulmányt felhasználva, amit még a Manfreddal kezdtem el, egy kicsit még csavarva a dolgokon elkészítettük. Alapvetően én az élet igenlését úgy élem meg, hogy a hétköznapi élet valóságában is találok rengeteg olyan kapaszkodót, amiben az élet szépségét, még akkor is, ha nem úgy van, de transformálódik bennem az, hogy lehet, hogy itt vagyunk, és lehet, hogy mindenkinek megvan a maga problémája. Lehet, hogy a társadalomnak, a földnek megvan a maga problémája, de ezt mind fölülírja az, hogy ezernyi olyan jó dolog van, amit ezzel a léttel itt megélünk. De nekem pont fordítva van. Az anyám mindig mondta, hogy fiam, mindig arra ügyelj, hogy amikor van egy nagy kosár, gyönyörű őszi barackod, ne tegyél a tedejére egy rohadtat, mert az egészet megrohasztja. Meg pont fordítva vagyok, hogy van egy terhelt élete általában minden embernek, de ha tetejére teszek valamit, ami elkezd egy másik oldalról láttatni azt, akkor elviselhetőbb, élvezhetőbb, szerethetőbb. És hogyha ez a szeretet megvan, akkor az egyének, a nemek, a generációk között is ez a szeretet elkezd működni, és akkor valahogy másképp alakul az élet. Én így tudnám az életet szebbé tenni. A győriek estjét szebbé tette a darab, az Experidence ismét letette névjegyét, ahogy a 11. Magyar Táncfesztivál és a Győri Balett is. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ezúttal is a Hello Győrt választották, további szép estét, a viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.
A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.